Dézsi Csaba András szerint Borkai Zsolt miatt bukta el a választást Győrben. Borkai Zsolt most is indulna. A megválasztott Pintér Bence szerint akkor is ő nyerte volna a választást, ha Borkai nem indul. A most következő riportban a két korábbi polgármester, illetve a jelenlegi is elmondja véleményét a kampányról, és arról, hogyan bojdult fel a város élete. Ugyanis polgármestere van Győrnek, de alpolgármestere, bizottsági tagjai és tanácsnokai egyelőre még nem. A több mint 130 ezer lakosú Győrt sokan a folyók városaként ismerik. A júniusi önkormányzati választás óta viszont sokkal inkább a kérdések városa lett a nyugat-magyarországi vármegyeszékhely. A fideszes fellegvárnak számító Győrben ugyanis egy már-már megmagyarázhatatlannak tűnő helyzet alakult ki. Kormánypárti többségű közgyűlés mellé a szavazók ellenzéki polgármestert választottak. De az biztos, hogyha a Borkai Zsolt nem indult volna, akkor nem így alakult volna ez. A jelenlegi szituáció, ami most itt kialakult Győrben, ez már nem az én harcom. Győriek a szavazatukkal azt mutatták meg, hogy Dézsi Csaba Andrásból nem kérnek. Hamarosan a polgármester választás első három helyezettjének véleményét is hallhatják. Ám ahhoz, hogy megértsük, mi vezetett ehhez a felálláshoz, tekerjük egy kicsit vissza az időkerekét. A 2019-es győri választás sétagalopnak tűnt Borkai Zsolt polgármesternek. Legfőbb ellenfele a 2018-as parlamenti választáson mindössze 21%-os eredményt elérő DK-s Glázer Tímea volt, és minden jel arra mutatott, hogy nincs polgármesterváltó hangulat a városban. Aztán a választás előtt néhány nappal az Ördögügyvédje blog előjött a mindenki által ismert képekkel, amik Borkai Zsolt adriai jaktozásán készültek. Nem lépek vissza. A győriek vasárnap eldöntik, hogy szeretnék-e közösen folytatni a 13 éve elkezdett munkát. Bár a botrány sokak szerint több megyei jogú város elvesztésébe került a Fidesznek, Győrben Borkai Zsolt mintegy 1,5% előnnyel így is tudott győzni. Az akkor még 17 egyéni kerületből pedig 16-ot elhozott a Fidesz. Borkai azonban két nappal a szavazás után kilépett a Fideszből, majd az alakuló ülés levezetését követően lemondott polgármesteri tisztségéről. Emiatt a győrieknek januárban ismét polgármestert kellett választaniuk. A majdnem az októberivel megegyező részvétel mellett megtartott időközi voksoláson aztán a fideszes Dézsi Csaba András nyert. Az 1994 óta győri egyéni közgyűlési képviselő, korábbi alpolgármester a szavazatok több mint felét szerezte meg, így jelentős támogatottsággal és biztos közgyűlési többséggel kezdte meg ciklusát. Ekkor még egyáltalán nem látszott, hogy ki lehetne kihívója 2024-ben. Akkor legyünk őszinték, igen. Tehát elindul. Mert? 2023. júniusában a Heti Naplóban Schwábi Andrásnak mondta el először Borkai Zsolt, hogy újra ringbe száll a polgármesteri posztért. Indulását a többi között azzal indokolta, hogy érzi a győriek szeretetét, és azt, hogy sokan azt szeretnék, hogy ismét ő irányítsa a várost. Bejelentése után egyre többen fejezték ki szándékukat, hogy polgármesterek legyenek. Köztük Pintér Bence is, aki korábban az úgytudjuk.hu győri híroldal újságírója volt. Hosszas tárgyalások után mellé állt a Momentum, az LMP és az MSP is. Igaz, a DK és a Jobbik kimaradt az összefogásból. Így a három főesélyes a polgármesteri posztra Dézsi Csaba András, Borkai Zsolt és Pintér Bence lett. Nagyon-nagyon intenzív kommunikációt folytattam az emberekkel. Fórumokra jártunk, emberek között voltunk, kocsmákba jártunk, mindent csináltunk, amit próbáltunk, ami a tőlünk telhető volt. Vállalatlan ellenzéki kampány volt egyébként a Tisza Szilva Városért Egyesületnek a vezetésével. A választás nem várt izgalmakat hozott. Az állás rendkívül szoros volt, és bár sokáig Dézsi Csaba András átnyerésre, végül azonban Pintér Bence végzett az első helyen, aki kevesebb, mint 1% előnnyel szerezte meg a polgármesteri posztot. Öröme azonban nem lehetett felhőtlen, mivel a Fidesz kétharmados többséget ért el a közgyűlésben, és az őt támogató szövetség vele együtt is mindössze 4 képviselői helyet szerzett. A sportnyelven szólva címvédőként szoros versenyben kikapó Dézsi Csaba András ma úgy véli, talán néhány dologban máshogy kommunikálna, mint ahogyan azt a kampány során tette.
Veresége fő okát mégsem ebben látja. Korábbi polgármester Borkai Zsolt összeállt az MSZP-LMP Momentum koalícióval, és mint egy trójai falovat betolták a Fidesz szavazók közé, és ennek következtében ő annyi szavazatot elvitt, ami bőven elég volt ahhoz, hogy Pintér Bence mindnevető harmadik nyerjen. Félrevezették a Fidesz szavazókat, Fidesz-KDNP szavazókat, vagy azt mondom, hogy sokkal inkább félrevezették a nemzeti érzelmi szavazókat. Tehát ha nem indul Borkai Zsolt, ön nyer? Biztos vagyok benne, igen. A leköszönő polgármester fontosnak tart kiemelni még egy dolgot, mégpedig azt, hogy bármekkora botrányt is keltettek annak idején Borkai Zsolt hajó kirándulásának felvételei, a győriek közül sokan mégis nosztalgiával tekintettek vissza az ő időszakára. Borkai Zsolt egy nagyon jó aranykorszakban volt 12 éven keresztül, 3 cikluson keresztül polgármester, népszerű polgármester volt, sikeres polgármester volt, hiszen nagyon jól éltek az emberek akkoriban. Nálam volt egy Covid-járvány, egy energiaválság, egy háború, infláció, de megoldottuk ezeket. Borkai Zsolt szerint az eredményből viszont sokkal inkább az látszik, hogy a győrieknek nem a Fidesszel, hanem Dézsi Csaba Andrással volt gondjuk. Emiatt szavaztak rá is majdnem 16 ezeren. Sőt, célja nem az volt, hogy kitoljon a korábbi pártjával, amiért az elengedte a kezét 2019-ben. Állítja a verseny bronzérmese. A bosszus sosem jó tanácsadó, tehát azt én megtanultam az életemnek során, és ezt mondhatnám azt is, hogy visszautasítom, ez nem igaz. Tehát én, nekem az volt a tervem, az volt a vágyam, hogy polgármester legyek. De nem lett az. Borkai Zsolt közgyűlési képviselőként folytatja, de nem bánja, hogy így alakult, mert szerinte ezzel az eredménnyel elért egy számára fontos dolgot. Bármikor elkezdeném újra, tehát hogyha visszamennénk az idő kerekében mondjuk másfél évvel ezelőtt, tire akkor, és megint ugyanilyen Schwab úrral egy interjú lenne, akkor is ugyanúgy bejelenteném, hogy még egyszer is, hogy el fogok indulni a polgármester választáson. Egyébként hozzáteszem, hogy attól függetlenül rehabilitáltam saját magamat, és rehabilitáltam a családomat, én azt gondolom. Ezzel együtt a városvezetője egy a Fidesztől igen távol álló, korábban választáson sehol nem induló, teljesen új szereplő lett. Borkai Zsolt indulása nyilván egy érdekes színfolt volt, és sokan szavaztak rá. De nem ezen múlt a helyzet. Tehát szerintem, hogyha Borkai Zsolt nem indul, Dézsi Csaba András akkor sem polgármester. De azért ennek elég jól jött. Hát mondom, ez a fikciós kategória, tehát erről lehet könyvet írni. Talán különböző regények lapjaiba is jól illene az, ami a leköszönő közgyűlés utolsó ülésén történt. A képviselők ugyanis egy szervezeti és működési szabályzat módosításról szavaztak. Önök persze már jól tudják, hogy ez a szabályrendszer felel a város működtetéséért. Megszabja a hatásköröket, és rendelkezik arról, hogy mekkora hatalma van a polgármesternek, és mekkora a testületnek. Nos, a fideszes többség ezt úgy módosította, hogy a mindenkori polgármester jogkörei nagy részét a közgyűlésre, illetve a bizottságokra ruházta át. Vagyis egy sor olyan kérdésben, amiben eddig a polgármester egyedül dönthetett, ezután már a fideszes többségű testületeké a végső szó. A beterjesztő az akkor még polgármester Dézsi Csaba András volt, mégsem támogatta az új SMS-t. A Fidesz-KDNP képviselői közül ketten beadtak módosításokat, és ezek olyan módosítások voltak, amikre úgy gondolom, hogy ez már nem az, amit én beterjesztettem, és ezért tartózkodtam. Dézsi célja az eredetileg benyújtott módosítással az lett volna, hogy mindenképpen egyeztetésre bírja az új polgármestert, és Pintér Bence semmilyen módon ne tudja megkerülni a választók akaratából kétharmados fideszes többségű közgyűlést. Ám a képviselői módosítások között akadt olyan, ami nem fedi politikai hitvallását. A többségi frakció terjeszti be a költségvetést. Ez szerintem úgy helyes, hogyha a polgármester terjeszti be a költségvetés, és utána pedig megtárgyalja a közgyűlés, és utána szavaz arról, ami esetleg módosításokkal jónak látja. Ezzel együtt a módosítás Dézsi szerint összhangban van az önkormányzati törvénnyel, vagyis Pintér Bencétől nem vontak el törvénytelenül semmilyen jogkört. Ezt nem meglepő módon az új polgármester vitatja. A közgyűlésben többségben lévő Fidesz frakcióvezetője kapott olyan jogosultságokat az új szervezet és működési szabályzatban, ami gyakorlatilag olyan, mintha ő lenne a polgármester, szerintem. Ez szerintünk törvénybe ütköző, szerintünk alkotmányba is ütközik, tehát ezt meg is támadtuk.
A polgármester törvényességi felügyeleti eljárást indított a kormányhivatalnál, illetve az Alkotmánybíróságnál is panasszal élt. Pintér Bence mellett egyeztetést kezdeményezett a Fidesszel is, hogy találjanak valami kompromisszumos megoldást a helyzetre. Az egyezkedés hírére Borkai Zsoltnak egy vicc jutott eszébe. Ez olyan dolog, hogy mondjuk a Fidesz részéről most ez a jelenlegi dolog, amit csináltak a polgármesterre, amikor két pszichológus a lépcső tetején beszélget egymással, egyik a másikat lelöki, összetöri magát a leesett pszichológus, a másik lesétál hozzá, megveregeti, és akarsz róla beszélni. Hát körülbelül ez ilyen történet. Borkai Zsolt azért is áll értetlenül az SMS módosítás előtt, mert szerinte a Fidesz kétharmados többsége így is jelentős kontrollt jelentene a polgármester felett. A volt kormánypárti politikus máshogy járt volna el. El lehetett volna várni, hogy legalább akkor ne álljunk bele a polgármesterbe, hanem nézzük meg, hogy tud-e valamit csinálni. Egyébként ott vagyok Fidesz frakcióként, én, mint régóta tapasztalt frakció és frakcióvezető és emberek, akik majd el fogják szépen mondani, hogy hát polgármester, azért mégiscsak hülye vagy, bocsánat, hogy ezt kell mondani, ezért nem. Hát jó lenne, hogyha gyorsabban megtanulnál mondjuk polgármester lenni. A háború tehát elkezdődött, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy folytatódik Győrben. A polgármesteri székből 4 év után távozó Dézsi Csaba András viszont azt mondta stábunknak, nincs benne tüske, és nem kíván a frontvonalban harcolni. Találkozat is el akarom kerülni annak, hogy én befolyásolni szeretném, vagy akadályozni szeretném a utódomat a munkájában. Én semmilyen bizottságban nem vállalok szerepet, hanem egyszerűen az önkormányzati Nádorváros Rabkert képviselőjeként fogok dolgozni. Nyilván, hogyha megkérdeznek, akkor tanácsot nagyon szívesen adok. Pintér Bence pedig, bár nem teszi le a fegyvert, a Heti Naplónak azt mondta, az alakuló ülés előtti tárgyalások során próbált ő is gesztust tenni a Fidesz irányába. Jeleztem, hogy lehetne fideszes alpolgármester a városnak, ez az egyik része. A másik része az, hogy én nagyon várom azt a pillanatot, hogy el tudjuk kezdeni az új képviselőkkel együtt dolgozni. Ugye a Fidesz frakción belül is van 7 új képviselő, tehát a 7 régi mellett lett 7 új képviselő, tehát ők is most kezdik el ezt a munkát. Maradt még önökben kérdés? Nem csodálom, bennem is. Hallgatva a 3 polgármestert, nem sikerült sokkal tisztább képet kapnom a közgyűlés helyzetéről, de bíztam abban, hogy majd az alakuló ülés után okosabb leszek. Az ülés azonban még egy órát sem tartott, mivel a polgármester nem terjesztett elő egyetlen alpolgármestert sem, és nem adott be új szervezeti és működési szabályzatot sem. Pintér Bence letette esküjét, majd a frakciók bejelentették megalakulásukat. A győri Fidesz vezető Fekete Dávid annyit azért elmondott, hogy hajlandók megszavazni a polgármester által javasolt bármilyen alpolgármestert, de a jogkörökről egy szót sem ejtett. Úgy tűnik, hogy az majd későbbre marad. Riportunkban szerettük volna megszólaltatni a győri Fidesz frakció vezetőjét, Fekete Dávidot is. Azt szerettük volna megtudni, hogy miért támogatta az előző ülésen hozott a polgármester jogköreit jelentősen csökkentő SMS módosítást. Szerettük volna megtudni, hogy esetlegesen milyen kompromisszumra lenne hajlandó az új város vezetéssel, miként azt is, hogy szerinte mi okozta ezt a furcsa politikai helyzetet Győrben. Megkeresésünkre sajnos nem kaptunk reakciót, így úgy tűnik, hogy ezekre a kérdésekre az elkövetkező 5 év közgyűlései adnak majd választ. A Heti Naplóban Jegesi András riportját látták.